Ha minden jól megy, akkor elérkezünk a felnőtt kor küszöbéhez. Ez mennyire bevett határ, vagy hogy mondjam, mennyire szűk ez a határ? Tehát az embernek mikor mondjuk iskolát kell választani, vagy egy hivatást kell választani, az mennyire kötődik mondjuk életkori sajátosságokhoz? Hát nekem az a véleményem, de azért a szakirodalom is hasonló álláspontokon van, hogy ezt nem nagyon lehet életkorhoz kötni. Bár egy társadalmi rendszer az mindig megpróbálja ezt, hiszen valamilyen módon a társadalmat működtetni kell, és számolni kell azzal, hogy hány munkavállaló lesz, meg ki megy nyugdíjba, tehát nyilvánvaló, hogy itt nagyon-nagyon sokféle aspektus van. Én most pszichés szempontból mondom, úgy gondolom, hogy az, hogy ki mikor válik igazán felnőtt, ez egy teljesen, nagyon széles skálán mozgó történet. Van, aki sajnos nagyon korán, mert az élet úgy hozta a történéseket, és erre van is a pszichológiában egy szakszó, hogy korai zárás, amikor egyszerűen kénytelen azt a fejlődési folyamatot az idegrendszer megszakítani, és önvédelemből egyfajta stratégián mentén felnőttként viselkedni. Ilyen például a korán elveszített szülő, vagy egy betegség okozhat ilyet, tehát olyan traumatizáció, ami után már nem az egészséges módon megy tovább a személyiség. De alapvetően a felnőtté válás nem a 18 éves kort jelenti, de sose jelentette azt, független attól, hogy valaki már 16 éves korától dolgozik, kenyeret keres, vagy akár gyereket szül. Ez egyik sem a felnőttségnek a privilégiuma, ezek az élet hozta dolgok. A felnőtté válás az egy folyamat, amiben valóban van ez a nagyon ifjú kor, amiben hát a populáció egy része, főleg ugye a városi fiatalok még a tanulással töltik, legtöbbször a szülői házban, olyan segítséggel, ami sok esetben számukra már terhes, de ugyanakkor szükséges is, tehát kicsit már felnőttek, de anyagilag még függetlenek, kénytelenek elviselni azt, hogy amíg az én házamban laksz és az én kenyeremet teszed, addig az van. Hozzáteszem, ez nem egy túl helyes magatartás. Én azt szoktam mondani, hogy mondjuk egy egyetemista gyereknél már inkább úgy kéne gondolkodni, hogy mintha egy albérlő lenne, gondoskodjon magára, stb. Az, hogy ott a szülői szupport, azzal nincsen baj, de az önállóságot az élettől függetlenül lehet inspirálni a gyereknél. Tehát a felnőtté válás ilyen módon elhúzódik 20-25 éves korig is. Az ennél sokkal tovább tartó személyiségfejlődési ciklus és felelősség teljes felnőtté válás sem teljesen jó, mint tudjuk. Tehát én úgy gondolom, hogy a határ valahol ott van, amikor valaki éretté válik arra, hogy önmagáért és akár másokért is felelősséget vállaljon, legyenek határozott céljai a mindennapokban, azok mentén tudjon gondolkodni, ezeket megvalósítani. Most hagyjuk az anyagi függetlenséget, mert ez egy külön téma, hogy egy kezdőfizetésből tud-e önállóan megélni vagy sem. És ugye itt vannak a családokban megint egy frusztráló időszak, amikor is a szülők ezt nehezen tolerálják, hogy tehát hogy a fiatal felnőtt még anyagilag nem tud leválni, de már önálló törekvései vannak. Tehát itt lehetnek a családon belül konfliktusok, ezeket jól kéne kezelni. És hát van egy új jelenség is, amiről érdemes szót ejteni, hogy a fiatalok nagy részénél a munkába állással, vagy a felelősség érzésével, vagy éppen azzal, hogy megkapott mindent, lakást, autót, paripát, fegyvert, de ezt fent kéne tartani. Tehát amikor rádöbben arra, hogy az élet az miről is szól, van egy bepánikolás, van egy ilyen krízis időszak. Ugye ezt most ilyen általános pszichológia nyelvén kapunyítási krízisnek, pániknak hívják. Egyébként egy elég szemléletes dolog, és erre se lehet azt mondani, hogy ez most 22 éves korban van, vagy 32 éves korban, kinél, mikor. Minden esetre ez régen is volt egyébként, hiszen ez egy természetes folyamat szintén, hogy egyszer csak a nagybetűs életbe kikerülünk. Ugye ezt erre mindenki készül, ezt minden évzáron elmondják az igazgatók, meg a doktori avatáson szintén, és akkor az ember úgy kezdi érezni, hogy hú, ez mit is jelent. Tehát érezni akkor fogjuk, amikor beáll a munkába, megkapja az első fizetését, és rájön, hogy az semmire nem elég. Hiába van autóm, lakásom, nem biztos, hogy tankolni tudok, nem biztos, hogy tele tudom rakni a hűtőt úgy, mint annak idején otthon. Tehát, hogy ez azért egy szorongattató
folyamat ebbe beleszokni, és itt ugye a felnőtté válásnak egy olyan része jön, ahol el kell fogadnom segítségeket adott esetben, akár tanácsok formájában, akár konkrét fizikai formában, de önállóan meg kell terveznem, hogy akkor hogyan tovább. És itt már meg kell tanulnom lemondani dolgokról. Tehát lehet, hogy gyerekkoromban nem tanultam meg, mert megkaptam mindent, de most van, akinek ilyenkor kell megtanulnia, hogy lehet, hogy mégsem tudok egy autót fenntartani, vagy lehet, hogy mégsem tudok egy lakást fenntartani, hanem akkor inkább marad az albérlet, vagy marad a tömegközlekedés. Tehát ez egy izgalmas időszak nagyon, és nagyon sokan itt azért megijednek. Tehát sok ilyennel találkozom. Inkább pszichológiai jellegű ez a probléma, mint orvosi értelembe vett szorongásos betegség, vagy hangulatzavar. De aki arra hajlamos, tehát mondjuk genetikailag hozza magával a csomagban, előfordulhat, hogy ilyenkor elindul egy komolyabb hangulati probléma is. Mekkora itt még a szülő, vagy a környezeti behatás szerepe, vagy mennyire inkább attól szorongunk, hogy nekünk magunknak kell megoldani dolgokat. Ez szerintem teljesen változó. Én találkoztam olyan esettel is, mondjuk az egy vidéki család volt, mezőgazdasággal foglalkoztak, ahol apuka, aki megteremtette magát az egész gazdaságot, az gyakorlatilag nem hagyta a fiát ebben felelősségteljes döntéshozóvá felnőni, tehát 28 évesen még mindig ő volt az, akinek megmondták, hogy akkor most mi a mai feladatot, stb. Pedig esetleg ő modernizálta volna a gazdaságot, vagy tehát ilyet is látok, hogy tehát családi vállalkozásokon belül például ez egy gyakori dolog, hogy a generációk hogyan adják át egymásnak a feladatot, a felelősséget, hogyan engedik ki bontakozni. Akkor van olyan család, ahol egymásra utaltság van, tehát mondjuk a fiatalnak a keresetére is szükség van ahhoz, hogy a család boldogulni tudjon, mert mondjuk közben a szülő beteg, megrokkan, akármi, tehát van, ahol hatalmas felelősség lesz a fiatalon. És hát van az a tipikus, most mondom azt, hogy nagyvárosi családi fiatal, ahol egyébként a szülők is adott esetben élik a maguk életét, de azért szeretnének beleszólni, mert ők nagyon okosak a fiatal, mondjuk egyetemet végzettnek a karrierjébe, ami rendkívül frusztráló a fiatal számára, és köszöni szépen, nem kér a tanácsokból. Én egyébként azt szoktam mondani, hogy minden szülő akkor osztogasson tanácsot, amikor azt kérik tőle, és akkor bajban senki nem kerülhet. Tehát ez bármilyen típusú a családi modell, mert azért sokféle van, akkor együtt élnek, több generációs család, amikor teljesen atomizálódik, szeparálód, az is tud szorongást okozni, hiszen legyünk őszinték, nagyon nagy biztonságot tud adni akár az, hogy nagyon közel élnek egymáshoz a családtagjai, mondjuk egy faluban, 2-3 házzal odébb élnek a testvérek, a szülők, és azért bármikor ott vannak egymás segítségére. Városban, vagy vidékről fölkerülve a városba egy hatalmas távolság keletkezik minden szempontból, és most modern technológia ide vagy oda, azért a fizikai segítség, vagy az, hogy van kihez szólnom, az nagyon sokat számít. Tehát egyébként jellemzően ez a fajta szorongás, amit az előbb is beszéltünk, ez inkább az ilyen nagyvárosi életformával párhuzamosan látható. Nem beszélve az egyre gyakoribb válások okozta széteső családokról, vagy távol lévő, vagy egymástól. Hát ez egy külön fejezet, hogy ugye már a társadalomban ez egy elfogadott jelenség, amit most lehet dicsérni, nem dicsérni, hiszen én magam sem vagyok válláspárti, de úgy gondolom, hogy az sem jó, amikor egy teljesen tönkrement kapcsolatban szenved mindenki, és még akár a gyerekek is. Tehát, hogy ez egy nehéz kérdés. Hozzáteszem, sok házasság lehet, hogy azért végződik válással, mert annak létre se kellett volna jönni. Tehát most akkor itt a tudatos házasságkötésről is elkezdhetnénk beszélni. De valóban arról van szó, hogy a házasság szétesésével tulajdonképpen a család is különböző mozaikokba rendeződik, és nagyon sok esetben az új partnerek, a szülőknek az új partnerei is hoznak magukkal ugye egy másik családot, gyerekeket, stb., amihez alkalmazkodni kell, ez vagy sikerül, vagy nem sikerül, tehát ez rengeteg feszültséget tud gerjeszteni. Tehát nagyon sokszor mondjuk gyerekek isszák meg a levét a válásnak, mert olyan helyzetekhez kell a későbbiek során alkalmazkodniuk, amikhez esetleg nem akarnak, vagy nem tudnak.
Tehát most azért, mert apukának vagy anyukának van egy új partnere, nem biztos, hogy az a gyerek azt szeretni tudja, vagy fogja. Hiába várják el tőle. És akkor itt a gyerek is egy olyan szorongásos helyzetbe kerül, hogy édesapám, anyám elvárja tőlem, én meg nem szeretem az új feleséget, férjet, mert nem szimpatikus, vagy nem tudom, nem úgy nézett rám. Úgyhogy ezek nagyon-nagyon beszínezik ezeket a viszonyokat, amiről az előbb beszéltünk, és mind a gyerekeknél, mind pedig akár a szülőknél is okozhatnak hangulati megbillenéseket, és akkor még nem beszéltünk a nagyszülőkről. Mert ugye, amikor mondjuk egy szülő látja, hogy a gyereke boldog, házasságban él, unokák vannak, minden, és akkor egyszer csak ez szétesik. És ott marad 70 évesen a kérdéseivel, hogy akkor most nincs család alattam, vagy hogy lesz ez. Ugye, mert a nagyszülőknek marha nagy biztonság az, hogyha van egy stabilan működő, fiatalabb nemzedék. De amikor az nem stabilan működik, szétesik, esetleg az unokák elmennek külföldre tanulni meg, stb., az idős emberek magukra maradnak a szorongásaikkal, félelmeikkel. Ez ma egyre gyakrabban tapasztalható, és ezt a praxisban is látom. Úgyhogy ezen is érdemes elgondolkodni, hogy milyen megoldásmódokat lehet találni. Nyilván válást nem lehet ellenezni, de azért nekem azt mondom, hogy nagyon gondolja meg, mert nagyon sokszor nem biztos, hogy ez a legjobb döntés, vagy legalábbis akkor, amikor az emberek eljutnak odáig, hogy válni kell. Nem is érdemes megpróbálkozni a kapcsolat megjavításával, vagy egymás megértésével egy kicsit jobban, vagy talán mélyebben. Így van, így van.